Van magaságyásod, és mi a véleményed erről? A héten kiraktam Instára, hogy feltehettek kérdéseket Lackó gazdának, jöjjenek ezek, illetve a rájuk adott válaszaim. Merdögli ki a paradicsom az erkélyemen, de a paprika jól bírja. A paradicsomnak és a paprikának nagy általánosságban egész hasonló környezeti tényezők ideálisak. Mindkettőnek jó sok fény kell, 21-22 fokos hőmérséklet, meg olyan jó kellemes nedvesség a gyökerek körül. Ekkor nőnek jól. De ez nem jelenti azt, hogy bizonyos stresszeket az egyik ne viselne jobban, mint a másik. Két véglet. Az étkezési paprikák például elég kényesek a vízellátásra, a talaj sótartalmára, meg pH-jára, meg úgy kb. Mindenre. A paradicsom meg néha kinő az aszfalton szétrohadt bogyó magjából is a repedésekből, biztos láttatok már ilyet. A paradicsomok és paprikák mögött is elég hosszú nemesítési történelem áll. Iszonyatosan változatos mindkét zöldség, nem csak a termések alakjában, méretében, elhelyezkedésében, hanem úgy az egész növény növekedésének a módjában, betegség ellenállóságában és más stressztűrő képességükben. Ráadásul paprika címszó alatt sok fajt és ezek hibridjeit találjuk, ami még gazdagabbá teszi ezt a világot. Feltételezem fűszerpaprikát van, mert ezek általában stramjószágok. Nem tudom, hogy milyen paradicsommal próbálkozol, de azt javaslom, hogy cserébe erkélyre úgynevezett determinált növekedésű kompakt fajtát válasz, azokkal sokkal egyszerűbb dolgod lesz. Általában ezeket eleve balkonparadicsom néven szokták forgalmazni, úgyhogy keresd így. Másik opció, hogyha tudod, hogy valami jól bírja az adottságaidat, más meg döglik, akkor válaszd az előbbit. Nem hiszem, hogy azon az egy cserép paradicsomon fog múlni, hogy lesz-e kaja az asztalodon. Miért nem tudok avokádó magot csíráztatni? Hát ha meg sem próbálod, akkor egész biztos, hogy nem fog menni. De ha neten próbálkozol, van 5 dolog, amire érdemes odafigyelni. Az első és legfontosabb, hogy mindig érett gyümölcsökből származzon a mag. A boltban vásárolt avokádót nem teljes érettségben szokták szüretelni, viszont jó hír, hogy képes otthon a spájzban is beérni. Az ilyen terméseket hívják klimakterikus terméseknek. Ha nagy Isten valamelyik vízben kérdezik, akkor most már fogod tudni. A hátránya viszont az az ezekből származó magoknak, hogy a csírázó képességük valamennyivel rosszabb, mint azoknak, amik teljes érettségből származnak. Úgyhogy simán lehet, hogy csak pehed volt, és döglött maggal próbálkoztál. A második, hogy minél hamarabb állj neki a csíráztatásnak, mert az avokádó mag az iszonyatosan hamar el tudja veszteni a csírázó képességét. Úgyhogy guacamole vacsi után mosd meg jó alaposan a magot, és egy-két napra áztasd be tiszta vízbe, és mehet is az ültetés. Rakd be egy cserép földbe, körülbelül 2-szer olyan mélyre, mint maga a magnak az átmérője, alul is hagyják ki helyet, hogy a gyökérnek legyen hely, és tartsd folyamatosan melegben, ezzel mondjuk nyáron nem lesz gond, de az a lényeg, hogy ne száradjon ki a közeg sem, folyamatosan enyhén nyírkos legyen. De ha nem akarsz cseréppel szórakozni, akkor nedves papírtörlőbe is teheted, és az egészet csomagold be egy nejlonzacskóba. A harmadik dolog, amit érdemes figyelembe venni, hogy nehéz kiszámítani, hogy mikor indul be a csírázás. Valahol 2 hét és extrém esetben akár 4-5 hónap között. Vannak viszont trükkök, amivel sokkal egyöntetűbbé lehet tenni a csírázást. Egy szakcikk alapján a leghatékonyabb, hogyha az ember teljesen eltávolítja ezt a barna maghéjat a sziklevelekről. 1-2 nap áztatás után ez sokkal könnyebben fog menni. Nyilván ezt még ültetés előtt kell megtenni. A negyedik dolog, hogy brit tudósok azt is megállapították, hogy kifejezetten kedvező hatással van a csírázásra, ha feliratkozol erre a csatornára és megnyomod a csengőgombot. Az ötödik, és ez már nem annyira a csírázáshoz kapcsolódik, ha szobanövénynek szeretnél avokádót nevelni, akkor ez egy szuper jó projekt. Saját avokádó szüretre azért ne nagyon számíts. Erről annak idején volt egy egész cikkem az Ásókapán, de a lényege az, hogy akár 5-10-15 évet is várnod kell, hogy ebből szüretelhető termés legyen. Ráadásul még akkor sincsen garantálva a siker, ugyanis az avokádónak elég bonyolult a termékenyülés biológiája. Virágok ugyan tartalmaznak porzót és termőt is, viszont ezek különböző időpontban aktívak, hogy elkerüljék az önbeporzást. Úgyhogy ha sikerre szeretnéd vinni a projektet, akkor jó sok növényre lesz szükséged. Cserébe krumplit át kell ültetni nagyobbba. Cserébe? Ja, hogy cserében nevelsz krumplit. Hát eleve egy megfelelő méretű edényt kellett volna választani, és nem lenne ilyen gond, nem? De ha ez nem volt meg, és úgy látod, hogy kinőtte a cserepét, akkor igen, óvatosan szed ki a régiből, és rak be egy nagyobba, de ne törd el szét a gyökereket, mert szerintem mostanra már egész szép méretű gumók kezdhetnek fejlődni rajta, úgyhogy azok ne sérüljenek. Óvatosan.
Schefflerának barnul és hullik a levele, mi baja lehet? Hát láthatatlanban ezt elég nehéz megmondani, de a legvalószínűbb, hogy túlöntözted. Egy régi klasszikus megfelelően átdolgozzak. Nem tösz túl, nem tösz túl, a Schefflera ettől lekonyul. Inkább barnulnak a levelei, ha túl sok vizet adtál neki. Valami ilyesmi. Két öntözés között hagyott szinte teljesen kiszáradni a talajt, akkor jól beöntözöd, és utána megint egy-két hétig megfeledkezel róla. Az egy-két hét az nyilván nem precíz, mindig figyelni kell, hogy milyen állapotban van a növény, és annak megfelelően öntözni. De ha folyamatosan áll a földjében a víz, az nem tesz jót neki. Lehet még a háttérben hirtelen hőmérséklet vagy fénymennyiség változás, télen mondjuk alacsony páratartalom, valamilyen kártevő vagy kórokozó, télen leginkább takácsatkák, de legvalószínűbb, hogy túlöntözted. Mák az ablakban cserében járható út? Hát fogalmam sincs. Mindenféle díszmákokat szoktak, de azok más fajok, mint az étkezési mák vagy az ópiummák. Arra ne számíts, hogy néhány cseréből kijön egy beiglényi, de meg lehet vele simán próbálkozni. Más irányú mák felhasználásról meg nem tudok és nem is szeretnék nyilatkozni. Fizikai akadálya szerintem nincsen, mert elég sekélyen vannak a gyökerei, el fog férni a cserében. Ami viszont necces lehet, az egyrészt ilyenkor a magas hőmérséklet. Azt annyira nem nagyon szereti, ugyanakkor fény meg kell neki, ez viszont nyáron egy eléggé kivitelezhetetlen kombó. Klasszikusan a mákot nagyon korán, februárban vagy akár január végén vetik. Az egyetemen az egyik tanárom kérdezte mindig, hogy melyik az a növény, amit hóra is lehet vetni. És ilyenkor azt kellett mondani, hogy a mák. Ez nem egészen így van, de érted. Másrészt, ami problémát jelenthet, hogy a mák az egy hosszú nappalos növény, ami azt jelenti, hogy 12 óra fölötti megvilágításnál kezd el világítani. Többé-kevésbé. Nem tudom, hogy milyen kihatással van a fejlődésére, hogyha eleve hosszú nappalos, tehát nyári körülmények közé veted. Ha semmi és simán el van egy ideig, akkor viszont elképzelhető, hogy őszre, mire itt lenne az ideje a terméshozásnak vagy a virágképzésnek, kell neki majd egy kis pótmegvilágítás. Találtam egy szakcikket, ami szerint elegendő ilyenkor egy egyszeri folyamatos 24 órás megvilágítás is, és be fog indulni a virágzás, függetlenül attól, hogy utána milyen hosszúak a nappalok. De tényleg nem tudom, milyen sikeres lehet. Próbáld ki, és írd meg a tapasztalataidat. Hogy érdemes elkezdeni a komposztálást kert nélkül, lakásban van-e értelme? Az otthoni komposztról nagyon régóta tervezek egy külön átfogó nagy videót, mert nem nagyon látom értelmét a sok kis öt trükk, amivel jobb lesz a komposztod típusú anyagoknak. Röviden, igen, érdemes belefogni akár kicsiben is, akár zárt térben is, de majd végigveszem ennek a folyamatát, illetve a buktatóit is nyilván. Addig meg szorongasd egy kicsit még az almacsutkát a kezedben. Nem, ez továbbra is egy avokádó mag. Van magas ágyásod, és mi a véleményed erről? Szerintem sokan tudjátok, hogy tikkelni kezd az agyam a magas ágyás szó hallatán, de próbálok most nagyon tárgyilagos lenni. Ide is igaz, hogy nincs jó vagy rossz technológia, olyan technológiák vannak, amiknek vannak előnyei és hátrányai. A magas ágyás előnye például, hogy nem kell hozzá hajlongani a fenntartás során, ajhálóval a vakondokat és pockokat jobban ki lehet zárni, vagy olyan helyen, ahol abszolút nem mondható meg, hogy helyben talált talajban termesszünk, mert mondjuk le van betonozva a kert, vagy egy vegyipari létesítmény udvarán akarunk gazdálkodni, hát ott tényleg kevés más opció van. Vannak azonban hátrányai is. Például az, hogy munkaigényes megcsinálni, drága plusz ültetőközegre van hozzá szükség, amit valahol elő kell állítani, be kell csomagolni és el kell szállítani. Ennek pedig borzalmasan nagy az ökológiai lábnyoma. Ezen kívül a magas ágyás az lényegében egy bazin egy virágcserép. Ha nem megfelelő az oldalszigetelése, akkor hamar kiszárad, gyakrabban kell emiatt öntözni. Elég rossz ráadásul a hőgazdálkodása is. Tavaszi napokon tudom, hogy gyorsabban felmelegszik, ami akár kedvezőbb is lehet, viszont nagyon gyorsan le is tud hűlni. Három pedig iszonyatosan fel tud forrósodni a gyökérzóna, pont az a rész, ami a legtöbb növénynél a legérzékenyebb arra, hogy egész kiegyenlített legyen a hőmérséklet.
Ezt lehet, hogy tudnám még egy ideig sorolni. A lényeg viszont, hogy a magas ágyásoknak van egy sor olyan tulajdonsága is, amit szoktak hangoztatni, mint például a magasabb terméshozam, a jobb minőségű termés, meg ehhez hasonlók. De ezeknek az állításoknak egyike sem olyan, amit a helyi talajban ne lehetne ugyanakkora, vagy esetleg még kevesebb odafigyeléssel és ráfordítással elérni. Mielőtt elkezditek kommentelni, nyilván az egyes hátrányokat kiküszöbölő megoldások is léteznek. Ezeket most nem kezdem el részletezni, de a lényeg, hogy generáltunk egy problémát, amire megoldásokat keresünk. Szerintem ez nem a legjobb hozzáállás. Van viszont a magas ágyásoknak egy hallatlan nagy előnye, ez pedig az Instagram kompatibilitása. Ott egy kietlen puszta, pár óra összeszerelési munka, meg föld, meg mindenféle töltőanyag belehordása, és már is mehetnek bele a palántek, és ez iszonyatosan jól mutat. Csak az a helyzet, hogy a magas ágyások azok elég erősen greenwashing pozitívak. Azt sugallják, hogy te hű, de ökobió vagy, hiszen helyben termelsz, de érdemes azt is megkapargatni, hogy ezt milyen áron és milyen lábnyommal teszed. Magas ágyás kétségkívül egy divat jelenség. A kertinfluencerek imádják, a barkácsboltok és kertészetek nem győzik tolni, de kevés olyan előnye van, különösen a mi éghajlatunkon, ami határozottan indokolt tenni. Egy szóval sem mondom, hogy nincs létjogosultságuk, de a legtöbb olyan helyzet, amikor az ember magas ágyásba fog, kiváltható lenne a helyi adottságok kihasználásával is. Szóval a véleményem az, hogy használd a meglévő talajt, és kellő türelemmel annak a javításán dolgoz. Fú, mit fogok kapni a magas ágyás lobbitól. Kaptam egy bonsájt, kertészeti analfabéta vagyok, nem lesz bonsáj videó? Ezt határozottan kimerem jelenteni, hogy nem lesz bonsáj videó, ha csak nem csinálok egy interjút egy bonsáj szakértővel. A bonsájok eléggé a biológia és a művészet határmesdjéjén mozognak. Elméletileg minden fás növényből lehet bonsájt csinálni, sőt, a bonsájok vissza is fordíthatók normális fává. A lényeg annyi, hogy az osztódó szöveteket rá kell bírni arra, hogy kevésbé legyenek aktívak, tehát kevesebb sejtet hozzanak létre, emiatt kisebbek lesznek a hajtások, meg persze a levelek. A generatív részek, a virág és a termés az egy teljesen más szabályozási útvonalon mozog, úgyhogy azoknak a mérete, ha jól tudom, nem szokott csökkenni a bonsájoknál. Tehát ha van egy ilyen picike avokádód, azon normál méretű termés lesz, normál méretű maggal. Lassan teljesen megpucoltam. Igen, ez az elmélet. A gyakorlati megvalósítás viszont elég idegörlő. Aprólékos hajtás és gyökérmetszéssel, meg egyenletesen megvont tápanyagokkal és vízzel simán lehet játszadozni, nekem ehhez biztos, hogy nem lenne türelmem. És ez még csak a biológiai része, ehhez még nyilván hozzájön az, hogy megfelelő irányokba kell terelgetni, lekötözgetni, drótozgatni, alakítgatni, hogy pofás legyen. Ebben nekem semmilyen tapasztalatom nincsen. Kivitelezésről, szakkönyvekből, meg bonsájos fórumokból többet meg fogsz tudni, mint tőlem. Ja igen, még valami, ami fontos. Ugyan nem tudom, hogy milyen fajt kaptál, de a fiziológiájuk az pont ugyanolyan, mint a nagy testvérüknek. Tehát a környezeti igényeik is ugyanolyanok. Például, ha egy mikrobükfát kaptál, vagy egy törpeőszi barackot, vagy egy fenyőmanót, akkor abból attól, hogy kicsi, még nem lesz szobanövény. Ugyanúgy kint kell őket tartanod. Na, ennyi kérdés jött, a többi személyes, azokra válaszoltam egyesével, de ha akarjátok, lehet még ilyen Lackó gazda válaszol rovat. Sziasztok!